Hihetetlennek nevezte Nikovics Oszkár Magyarország belgrádi nagykövete azt, hogy már egy év eltelt azóta, hogy Csúrogon Tomislav Nikolić szerb és Áder János magyar elnök átadta a II. Világháborúban is az azt követően ártatlanul kivégzett magyar, illetve szerb áldozatok emlékművét. Mintha csak tegnap lett volna, hogy azon izgultunk, időben elkészül-e minden, fogalmazott a nagykövet. Ugyanakkor az is hihetetlen, hogy csak egy év telt el azóta, mert valahogy úgy érezzük, hogy annyira része lett ez a gondolkodásunknak, és annyira természetessé vált, hogy ez a régen várt esemény megtörtént. Tehát az áldozatoknak emléket állítottunk mindkét fél számára, természetes, hogy ez megtörtént, és mintha az a kor, ami ezt megelőzte volna, az már a régmúlt feledésében volna. Az elmúlt egy évben a gazdaság, az infrastruktúra és a kultúra területén is történtek előrelépések a szerb-magyar kapcsolatokban. A legfontosabb mégis az, hogy a mindennapi életben is érzékelhető legyen a pozitív változás. A mindennapok valóban a mindennapokat jelenti. Társadalmi kapcsolatok, egyéni kapcsolatok, utazások, sport, kultúra, és egyáltalán az a mindennapi élet, aminek a szférája fölöleli a nagy politikumnak a látványos szféráját is, mint például a gazdasági kapcsolatok. A kulturális diplomácia területén is megélénkült a viszony. Július elején hosszú várakozás után megnyílik a belgrádi Magyar Intézet, amelynek elsődleges célja a magyar kultúra megismertetése azokkal a Szerbiában élőkkel, akik még nem ismerik azt.